Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Hello! Ha sikerült rátenni ezt a kis pástétomat. Nem érdekes. Gábor, kem jó közel a mikrofon. Jó reggelt, szervusztok. Hello. Jól látom, Feri, és jól hallom, tehát sárga répa? Ennyi. Látok, érsz? Megkínálhatlak? Répa, van benne uborka, paprika és zeller. Jaj, Feri, az a helyzet, hogy szóval úgy érzem, hogy eltelt 2 év, és eljutottunk idáig. Tehát én tényleg meg... Nagyon aranyos benne. Vagy, hogy te is ezen a vízen akarsz evezni, semmi között hozzá. Kérsz a répából, vagy nem? Majd később megeszed. Fogadtatok lényegében? Még nem történt meg, de az lesz ennek az útnak az elején vagyunk. Még dátum sincs. Igen, erről többször is szó volt. És hogy vagytok? Jó, köszönjük szépen. Nagyon jó. Ez őszinte érdeklődés. Minden rendben van. De most mi örülünk egymásnak, ugye? Hogyne, nagyon változott. Mit szólsz ez az elhatározáshoz? Hát neked, mint a reform élet egyik nagy képviselőnek, Feri le akar szokni. Hát azért erre mondjál valamit. Hiszel, nem hiszel benne, örülsz. Hát ez egy nagy elhatározás. Van-e módszer? Én hiszek benne. Igen, többféle módszer is van, de az tény és való, hogy ez alapvetően a fejben dől el, viszont a hiány, ugye a hiány állapot, amikor jön ez a bizonyos nikotin hiány, ugye ott kell olyan technikát alkalmazni, tehát olyan ételt enni, amit szerez. Nyilván itt a hízás előkerül, de hát itt vannak ezek a saláták, ugye? Hát most már csak saláták, volt olyan néhány maracsont is, de azt mondja, hogy te leessen. Nincs valami növényi anyag, ami pótolja a nikotin? Nem állít elő senki olyat, mi? Fűszerek, bizonyos fűszernövények, kakukkfű, borsikafű, bazsalikon, majoránna, tehát bizonyos fűszerek képesek ideig óráig pótolni, viszont vannak mondjuk a csípős, irritáló dolgok, amik viszont fokozzák a vágyat, tehát alapvetően az alkoholos italok. Hát ezek meg azok a szokások, amiket ugye gondolom, hogy fölkelsz reggel, elszívsz egy cigarettát, ez előfordul? Nem előfordul, így kellek föl, most most értem el. Konkrétan szájával a cigivel a szájába fekszik. Úgy fekszem le, hogy reggel, ha fölülök, már csak az első sóhajtás feltépi a cigis dobozt, és belát 2 szálat a szájába. Hanyat fekszik, érzi, hogy reggel csak fogja az öngyújtót és rányújt. Tehát el kell kerülni azokat a mozdulatokat, azokat az időket, tehát át kell vészelni, amikor fölkelsz, és fölülsz az ágyba, és jönne a gondolat, ugye, hogy na most akkor nem tudom, föl kell keljél, megmosol egy almát, és már is eszed. Én nem akarok egy olyan világban élni, a Rákóczi fel kell megmos egy almát. Hát ne, ez egy hazug világ lesz, de az nem ebben a világban akarok élni, ilyen nincs, a Feri reggel almát eszik. Igen. Az alkohol mitől fokozza? Egyébként születtek erről könyvek, tehát nálam is van 2 olyan könyv, ahogy hányan szoktak már le, tehát elég jó könyvek, és vannak kurzusok is, de hát nem tudom, mennyire lesz erre időd. Muszáj lesz, mert megcsinálom. Vagytok egy pár, vagy vagyunk egy páran, illetve itt a magyar társadalomban, én mondjuk nem, aki le akar szokni, és hogyha mondjuk 2-3 vagytok már, ugye akkor akár e-mailen, akár személyesen találkoztok, ugye vannak ilyen motiváló tréningek, de ehhez én megmondom őszintén nem értek. Uh-huh. Csak te dohányoztál soha? Én nem. A sitten se? Nekem egyszer adtak cigarettát, talán 14 éves lehettem, és majdnem megfulladtam, ahogy ez szokott lenni, és akkor mondtam, hogy soha többet. Hát igazából ennyi volt az életemben a cigaretta. És szerintem mindenki valahol így kezdi, csak aztán folytatja. Hát én folytattam a fulladásom. Az alkohol miért? Tehát amikor az ember alkoholizál, sajnos, hát azért legyünk ennyire gyarlók, akkor mitől akarsz rágyújtani? Hát vannak ezek a vágyközpontok az agyban, amik beindítják egyik a másikat. Ha megnézitek, hogy a cigaretta, a kávét, vagy fordítva a csípős étel, az alkohol iránti vágyat, tehát egymásra ható agresszív tényezők vannak az agyban, hogy ennek pontosan mi a mechanizmus, ezt nyilván nem tudom, de együtt. És maga a szokás, ugye, ahogy megszoktuk, hogy mikor gyújtunk rá, most azokat a helyzeteket, ahogy mondtam, és azokat kerüljük el, és mindig van a zsebben valami, egy rágógumi, egy alma, kis egy banán. Répa. Kis sárgarépa. Ugye? Tehát ugye ezt most tényleg itt el tudjuk viccelni, de maga a leszokás az egy ugye véresen komoly dolog, és úgyhogy Ferit motiválni kell, és rendszeresen kell küldjetek neki e-mailt, hogy fel a fejjel, hol az alma. Fejjel, már ezt nézd már meg az én e-mailemet. Hol az alma? Hol az alma? Üdv, Bali. Ugye betakoltad a táskádba reggelre a répákat. Én küldök, én egy kicsi Szent János bogárként repülök majd előtte. És amikor elgyengülne, mindig rászólok, hogy gyere utánam. Nézd meg a fényt, vezetlek. Ne én a mentett standard üzeneteim közé most be is írom, hol az alma fej. Naposta sport, kétszer elküld. Ugye a sport. Na jó, azért lehetetlen, ne kérj, Gábor. Tehát azért lehetetlen, ne kérj, sport.
Hát ugye a de szakma most szerint... el a régi Ferit teljesen. Az intenzív sport termeli meg azokat a hormonokat, ugye endorfin, boldogsághormonok, amelyek képesek ugye ezt a sport utáni pár órában ezt ellensúlyozni. Utána megint jön a vágy, tehát... Aha. Most tavaly, amikor futottam, a legjobb pillanat az volt, amikor visszaértem az ilyen 8 kilométerből, és egy fröccs meg egy cigivel megjutalmaztam magam. Jézus! Isten! Tudod, milyen jó volt? Esküszöm, gyerekek! Futottam eleget, sose csinálj. Ide a cigimet, ide a fröccsömet! Nagyon kemény vagy. Irgam! Azt komolyan mondom, nagyon rossz, tehát ne csináljátok a kitágult időben a legrosszabb belőni a egyébként is rossz cigarettát, de hát én azt imádtam. Imádtam. Meg megmondom őszintén, hogy egy kicsit frusztráló lehet majd a Ferinek, hogy mondjuk ő van itt egyedül, aki le akar szokni valamiről, és mondjuk mi nem akarunk leszokni valamiről? Mondjuk Jani a cukorról, nem tudom, vagy ezt nem, nem, már így is egy nagyon furcsa világ ez. Szó se lehet, ezt az egész tojat nem én indítottam el, hogy komolyan, mint hogy már csak egy ugrás, hogy abba kell hagynom a masszurbást. Nem, gyerekek. Janinak egyébként azt mondanám, hogy be kéne szorítani mondjuk heti két napba, tehát mondjuk kedd és péntek, lenne az édességnap. Kihúzod a gyufát elég hamar. Jó, de az első nap a nyár után, amikor megjözi, pikpak fölpofoznak. Ez csak a logisztikai rész a dolognak, mert a mennyiségben úgyis ugyanazt fogyasztanám el, mint egy hét alatt, csak akkor két nap alatt. Ez most nem. Biztos, hogy nem ennél annyit, de mindegy. Egyébként volt ilyen kísérlet, és abszolút működött gyerekeknél. Nagyon várták a keddet, és első óra után mindenki meghalt. Nem gyerek. Most félreértette valami. Mi volt? Csak nem nőttem nagyra. Azt hiszem, hogy vagy Finnország lehetett, vagy Norvégia, ahol heti, hát azt hiszem egy napon, amikor a szerdát kitűzték, hogy akkor lesz az édességnap, és minden gyerek csinálta. Várta, de lehet heti két, vagy heti három nap is, és az érdekesség az ugye, hogy mindenki eltervezte, hogy egész nap édességet fog enni, és egy fantasztikus napot töltenek együtt. Ugye 8-tól 9-ig meghaltak a sok édességtől. Legyenekek, mindegy, a várjátok már. Jó, pont, ezt csináljuk. Három napig nem kívántak, vagy két napig édességet, de ezt próbáljuk ki, hogy abszolút működik. Nagyon tehát összességében, hogyha a héten visszanézel, nem ettél annyi édességet, mint hogyha minden nap ettél volna, a hasnyám rég nem tornázott 50-szer, csak 3-szor. Tehát összességében ez működik, az a kérdés, hogy kivállalja ezt el. Hogy ez tényleg jó módszer, de megmondod a gyereknek, hogy csak hétvégén van édesség. Csináljuk a Benivel, tehát brutál édes szájú. És elfogadta, és tudja, számolja a napokat, hogy mikor. És tényleg ez volt, hogy na majd szombaton apuci levegyünk, meg van egy kedvenc cukrászdája, és 4 gombot. Igen, egész héten erről álmodik. Egész héten erről álmodik, viszont annyira kiürül hétközben a szervezetéből az édesség, és elmúlik a függőség, hogy megevette először 3 gombócot, 2 gombócot, és most már ott tartunk, hogy mit tudom én, 30-40 edeszik. De hogy... ne, tehát most már egy hónapot csináljuk, és egy gombócot megeszik, de nem jön lázba tőle, tudja, hogy hétvége van, de nem az van, hogy akkor irány a cuki. Tehát tökre lejött az édességről. Ez egy jó dolog. Tényleg működik. Ezt a norvégok csinálták. Ők az iskolában határozták meg, hogy a gyerekek egy héten egyszer ehetnek csak édességet. És baromi jól bevált. Nincs több édesség az iskolában. Nem adhatsz édeset a gyereknek. Ez is milyen jó. Nem? Nálunk is megy a reform, most már se só, se cukor. Nincsen grízes tészta a púpozott porcukorral. Bizony. És de hát, mint tudjuk, hogy Jani az egészségesebb édességeket kedveli. Ja. Persze. Na, milyen volt a... Meg nem én vagyok a sztori lényeges. Felit kell szóltanál. Milyen volt a gyaracsok? Jó helyen voltál ezt? Most még konkrét témával ugye nem készültünk, ez egy ilyen első nap, amikor az osztály újra találkozik a rovatodban. Sok jó tábor, sok jó élmény, sok szalmonella fertőzés. Mi volt? Igen, életmódtáborokban voltam, volt, amit magunk szerveztünk, fantasztikus volt, reggeli futás, aztán kis könnyű műzli reggeli. Azt a mindenit, te, hogy miért nem felé, szóltál? Gyerekek, felé. Jövőre meglátjátok, én megkap ott leszek. Tőlem, megkapod a beutalod. Rajtam múlik el. Az edzők, mondjuk kicsit meleg volt, de az emplénben talán az 5-6 fokkal hidegebb azért nem jött rosszul, tehát 40 fok helyett csak 34 volt, de jöttek a személyi edzők, hölgyek, férfiak külön csoportban, az edzők hozták, ugye, amit ígértek. Fantasztikus, úgyhogy izomláz volt bőven, és utána egy kis ebéd, indulás a túrára a Zemplénbe, és hát addig a reform szakács elkészítette ugye a vacsorát, ami éppen egy reform hamburger volt, vagy teljesen... A reform szakács az mit jelent? Még tanult a szakmát? Hát ő már majdnem 20 éve ezt csinálja, és szóval jó étel. Volt. Igazából egy olyan jó csapat jött össze, voltunk egy olyan 100-120-an, hogy szem nem maradt szárazon a végén. Ugye van egy indító est, amikor még szinte senki nem ismeri a másikat, és van egy búcsú est, amikor mindenki ismer mindenkit. És mindenki sír. Uh-huh. És igen, felszólalnak a hallgatók, és elmondják, hogy ők hogy jöttek el a táborba, és
és mit kaptak egymástól, nem csak tőlünk, hanem ugye a táborban kialakul egy nexus, egy közösség. Jó, de mi van az ismerkedési este, engem az érdekel. Lassúztok, táncoltok, kontinentális reggeli után este vagy összekapaszkodva éneklitek a Ciao Bella? Este nyolckor találkoztok az aulában, és indul az ismerkedési hát itt mindenki bemutatkozik, van egy kezdő bevezető, hát áhítatnak hívjuk, ahol elmondjuk a tábor programját, illetve a szellemiségét, és utána következik maga a bemutatkozás, mindenki mond egy pár szót magáról. Honnan jött, miért jött el, mi a célja? Van egy kedves táborozónk, aki évekkel ezelőtt leszokott a táborban a cigarettázásra, például itt szemben, azóta sem. Ott volt egy kis segítsége, azóta is mondjuk olyan centim vágja a centimétereket, hogy mikor jön újra a búzsvai tábor, és most már nem tudom, még 300 valahány nap van hátra. Jó, picit függő lett. Nem, picit táborfüggőnek tűnik az illető. Azért eljössz a táborba, és vágod a centit, hogy visszamehess, azért ott keménynek tűnik. Sok minden az ő életében sem lehet. Igen. Egy tábor, tudod. És hát voltam őrségben. Na, fegyverre vagy fegyver nélkül? Hol? Éjszakai vagy nappali? Horgoson vagy röszkén? Milyen őrség volt? Mikor kellett menned? És az őrségi életmód táborban is töltöttem egy jó napot, úgyhogy oda meghívtak, egy fantasztikus hely. Ugye az nem annyira hegyes-völgyes, hanem inkább egy ilyen laposabb vidék. Fantasztikus volt, és ott... Kiálts már el magad, Gábor, hogy állj ki vagy. Vagy mennyire visszatartó erő. Na, Muti. Na. De most mit mondjak? Hogy állj ki vagy. Állj ki vagy. Valaki veszélyezteti a tábort. Oké? Állj ki vagy. Ne! Megállni. Csak én vagyok, Gábor. Ja, jó. Gyere be. Szerintem nem a hangszámú. Tehát az, hogy az ember a fellépés. Ahogy szól. Aha. Én összetolnám magam. Biztos. És akkor ott voltál, és? Igen, ott is volt egy életmódtábor, fantasztikus, jó sétával, templomnézéssel abszolút működött, és előadásokkal egy nagy tornatermet megtöltöttünk. Szóval igazából egy életmódtábor ebből áll, hogy receptklubok vannak, séták vannak, beszélgetések, és tanácsadás, délután pedig sok emberrel volt alkalom beszélgetni, van akinek pajzsmirigy problémája van akinek csontritkulás, van akinek hullik a haja, és mindenki azt állja, hogy hát valamilyen táplálkozási megoldást kapjon, többé-kevésbé igyekszem, de nem lehet mindent az étrenddel megoldani. De sokat igen, nem? Tehát, hogy azért itt nagy átváltozások voltak az elmúlt egy-két évben is a rovat hatására, hogy azért, ha valaki ezt átgondolja és tudatosabb lesz, akkor azért sok probléma. Kifejezett javulás várható, de nyilván senkinek nem ígérhettem meg én sem, hogy meg fog gyógyulni teljesen, még egy pajzsmirigy betegségből, de vannak olyan ételek, amelyek a pajzsmirigy működését befolyásolják, a káposztától kezdve a szójáig. Látod, te is kicsit életmódot váltatnál, egy fröccs mellette is egész nyáron beszélgethettél volna a pajzsmirigyről, meg a hajhullásról. Én beszélgettem is, csak nem ilyen témákról, tudod, egyre jobb volt szerintem, de fröccs az volt. És nálunk is bemutatkoznak. És tök jó színed van, Gábor, mindenhol ilyen jó színed van, vagy van tangacsik? Utaztunk egy hetet külföldre is, úgyhogy merre voltatok? Görögországban voltunk Zakintoszon, és az igazi, eredeti görög salátát megkóstolhattam. De az miben más, mint amit mi eszünk? De nem a feta, a hagyma, a mások oliva? Mások az ízek, más a fűszerezés. A földrajzi fekvés miatt, mert hogy Görögország lesz. Az görög. Igen. Szóval érdekes volt, hogy ugye mondták, hogy a vizet ne ígyük Görögországban. Ehhez képest, hogy nyilván mi nem ittuk, hanem vásároltunk ásványvizet, és mégse voltunk jól az első 2-3 nap, úgyhogy nyomozni kezdtem, hogy mi a közelállunk a rossz közelzetet. De mi volt? Gőzborot? Az úzó. Nem, mert úzóztak. Gőzborot volt a popsit, Gábor, hogy mi történt? Nem voltunk jól, ez tény. És, már nem lett messze a gejzi. Csak én vagyok, nem. Gyerekek, mi történt? Valaki dobott belém egy százas? Igen. Egyébként szerintem nem csak én figyeltem meg azt, hogy ilyen exotikusabb, trópusi vidékeken nem úgy működik az emésztés, ahogy kellene. Hát van egy baktérium, állj, ott elmész Egyiptomban, hiába mosol kezed, ott az ételekben benne van egy olyan baktérium, ami a magyar bélflórának, hogy neked, hát ez bármit csinálsz, hát akkor ott... A különbség mások között, mások meg te közt, Gábor, azt, hogy te megfigyeled, más meg rögtön lehúzza. Egyébként rájöttünk, hogy a jégkocka okozta. Tehát hajszidek, ha nem, a jégkockát azt főszabályként véletlenül csapvízzel készítették, és mivel ilyen all-inclusive-on voltunk, kirúgtatok a hámból. A gyümölcslébe folyamatosan tettem a jégkockát. All-inclusive vegán? Van ilyen?
Nem, ilyen nincs, de hát nyilván választható, és hát ugye folyik a csapból is az üdítő, meg a gyümölcslé, és hát időnként jégkockát tettem a kis narancslevembe, és meghajtok. Kettőt a tarkomra, hármat a Berlin-bombra, óriási volt az ismerkedés. Hát meghajtott mindenkit, de... Hát ez egy amatőriba azért. Tehát a jégkocka az mindenhol... Persze, a jégkocka nem mindenhol... Nem, csapvízből csinálják. Nem, csapvízből csinálják. Tehát, hogy ez hogy lehet? Egyébként csak kerülöd el, mert ugyanúgy... A csap alá tartanak egy ilyen forma. És az ember a kevítőbe. Egyébként, ha nem a jégkocka, akkor meg rajta van a salátán ez a baktérium, vagy a tényleg bármi. Tehát nem nagyon tudod el. Egy ellenszerre van minden reggel egy feles. Halál. Gábor, viccet? Lehet, hogy viccnek gondolod, de tényleg Egyiptomban így van. Egyiptomban van egy gyógyszer, ezt kevesen ismerik, az a neve, hogy antinál. De ez nem azt jelenti, hogy az antinál van. Kinél van antinál? Van egy. Milyen nincs is antinál? Hát mondtam, hogy antinál. A telepített idegvezetőknél antinál találják. Nem Antil Gábor. Tehát antinál van a gyógyszer, nem antinál a neve. Görögországban nem tudom. Mi a rutinos, Egyiptomban járok, már az elején megveszik az antinált, ez egy ilyen bélflóra helyreállító, és akkor megúszható az, hogy mondjuk egy hónapig, vagy egy hétig, vagy két hétig, amíg kint vagy, addig masszívan forsál. Akkor ezt be kell szerezni. Ezt Görögországban nem tudom, hogy van-e. Jó volt, mit csináltok ilyenkor? Brutálisan naposztok, csapatjátok a karaoke partit, vízisieltek és kitesurfözöl? Így van. És mit csinálsz? És fogdossátok az afroditénszobrokat? Vagy volt egy ilyen belső. Ugrász a hullámban, kiabál, vagy gyertek isteni a víz, mert azért ez így rólad nem tudom. Kicsit úszok a fiúkkal. Gábor nagyon élvezi, nem sűnbe lépett. Tehát, hogy milyen vagy, amikor a tengerhez. Amikor te lazítasz és nyaralsz, azért én azt akarom látni, amikor te tényleg fogod a kis, mi ez, felfújható ilyen kis gumimatrac, ráugrasz egy seggest és bevezel, és napot a jó mesztelen fürdőzés? Hát, elég elengedtem magam, fölvettem a bugár szemüvegemet, és... Beres szobában. De vízbe is mentél. Csak a szobában fölpróbált. Elmentél a liftig békatalpon, és mondtad, hogy ez nem nekem való, és visszamentél. És gyorsan lekaptad a fejedre. Látom, a napsütéses órák számolátok is hatott, nem csak rám. Szóval a kagylókat is. Kicsit búvárkodtál tényleg? Képzeljétek el, hogy de hát ezt nyilván tudjátok, nem kell elképzelni, hogy szinte minden csigában ilyen kis remete rákok élnek. Úgyhogy a legizgalmasabb volt hát a halfogás, tehát ilyen hálóval, meg a remete rákok keresése is. Hát, ilyen módon. De mit fogdosod a halakat? De tényleg, nem, ez a baj, aki egyébként. Véded az állatokat. Gábor, nem, aztán nap végén visszengedtük. A nap végén mondjuk a kohot. Biztos szegény törlött alacskák. És sok kagylót szétfeszítettél, Gábor? Te is szerette a friss osztrigát? De jó az. Ilyen jó volt a srácokkal, úgyhogy meg hát maga a tengeri feeling. Aztán mentünk hajózni. Hajóztatok? Volt ilyen napos hajókirándulás? Igen, a legnagyobb volt. Lehúzás, száraz csirkehús, egy fél liter ízetlen bor, leraktak egy szigeten, ott vagy egy fél napot, aszalódsz a napon, majd vissza, és mindez bírom 100 euróért. Nem mondta, hogy ezt benyaltátok, vagy jó volt? Jó volt. Tehát amikor egy hajóval egészen bemegy mondjuk a kapitány egy hogy nevezik ezt, ilyen kis barlangba, és mind a két oldalon szinte látod a barlangnak a falát. Izgalmas. Nekem az a furcsa, hogy miután befizetsz mondjuk majdnem 20 ezer forintot egy útra. Mindez tudatos. Véletlenül megy be a kapitány, én inkább összetajom magam. Rohadt életbe ez, mint tavaly nem volt. Az, amit nem értek, hogy egy ilyen, tehát befizetsz mondjuk 20 ezer forintnyi eurót egy ilyen, hát majdnem egy napos útra. Na ezt mondom, hogy ez egy lehúzás. Velem de várjál, utána a végén kalapoznak a kapitánynak. Tehát utána a végén az van, hogy ha tetszett, amit a kapitány csinált, akkor dobjunk be egy pár eurót neki. Ott borravalót kell adni szóval a kapitánynak, és akkor így mennek a 4-5 eurók, tehát úgy összeszámolta voltunk mondjuk 200-an a hajón. Azért nem rossz, hogy olyan 800-900 euró. Ilyenkor kell semmit, úgy csinálsz, mint a bedobnál, és kiveszel 20 eurót. De ha kifizeted a 100 eurót, hát mit kell nagyon jó vagyok. Gyakorlatilag már az a kis kalapozás a végén, az egy pár hónapi fizetésünk, és plusz még, amit befizettünk. Nem, most nem azt mondom, hogy ez akkora baj, csak hogy ezeket nem értem, hogy ezek a méltatlan dolgok. Ilyenkor jön jól mindig a farzsebedő, hogy Marika alátét. Ha csak azt látják, hogy bedold meg azt, hogy csörök. Igen, egy ilyen érme helyettesítő. És meg szabad kérdezni, hogy Balázs, neked forgatás volt egész nyáron? Vagy úgy hallod, hogy... Nézd, Gábor, szívesen beszélek az új műsoraimról. Volt, sokat dolgoztam most, igen. Most rendeztük az erőviszonyokat az RTL-ben. Muszáj volt, hogy tudod alágni. Nem csak én nyaraltam és futballoztam. Egyébként elkezdtem fallabdázni. Ne csinálj! Nem akar vele senki játszani. De partnerral igen, vagy egyedül egy háztömnyi. 1000 kilokalória per óra, úgyhogy találtam kedves barátom, között volt, aki ajánlotta, hogy eljön velem.
Hát, mint tanulom, időnként a labdát is látom. Meg ez egy... Én szívesen squasholok, de én télen azt csinálom a teniszfélt, igen. Játszom vele szívesen. Komolyan. Először azt hittem, hogy, egy labdát kell csak a falra ütni, aztán rájöttem, hogy ez egy stratégiai játék, ahol futni is kell, nem is keveset. Úgyhogy hát olyan emberekkel hozott össze az élet, akik elképesztően játszanak. Úgyhogy megkedveltem. Egyetlen hibája az, hogy nem szabad téren van, de mondjuk amikor téli időszak van, akkor tényleg jó lehetőség, és őrülten kiizzadunk, úgyhogy ügyes vagy mindenkinek. És betűrt kis fehér újatlanban, fekete nadrágban, fehér orracipővel rohangálsz, hogy kerekezik, vagy egy brutál sportszerkóban kis ütővel. Nincs egy brutál sportszerkó, nem. Vettem egy ütőt, az biztos, és azt használom. Egyre veszélyesebben érsz. És egy erősen pattogó labdát. Hány pontos? Sárga kettő, kék pöty, piros pöty, mi van rajta? Kék pontos. Igen. Igen, de előbb-utóbb rátérek majd a többire is, remélhetőleg. Úgyhogy játszunk majd, akár Ferivel is, hogyha úgy érzi, hogy... Mi van? Ne rángass már bele minden hülyeségbe, menjetek a Balázsra. Én szívesen, tényleg szívesen játszom veled. Nem most egy ilyen múlva, amikor kicsit fejlődtél. Ne, te abszolút tényleg, de én tényleg játszom. Igen. Jó. Van egy én jó. Benne vagyok. Abszolút. Jó, na hát akkor esemény dusnyarad volt. Nagyon jó. Igen, van. Izgalmas. Konfocizatok együtt. Mind a kettőtök vele a saját csapat. Te csapatodban ilyenek játszanának Gábor, mint Bicsérdi, egy Atkins. A gyerekkoromat végig gonfociztam bátyámmal, bátyám közvetítette, és írtuk. Ugye a nagy gonfoci könyv, emlékeztek, az hatalmas dolog volt, és mindenki gonfocizott, jártunk gonfoci versenyekre, csak hát nem volt nagy kalória leadás, úgyhogy nem. A térdünk is tönkrement szinte, de gonfocizni szeretünk. Én sajnálom, hogy valahogy nincs most kultúrája gonfocinak. Micsoda? Soccerstars alkalmazás, App-Store-ból gyerekek fél éve nyomom. Gonfocizol telefonon? Gyerekek, Soccerstars, aki azt akarja, töltse le. Telefonon gonfocizol, tudsz játszani offline-ba, úgyhogy mi ketten játszunk egymással, az interneten is tudsz kihívni, zsetonokat nyer. Mert vásárolsz, persze, abszolút. Ott van, ott játszom. Konfoci az internet. Na jó, hát ez más. Okos telefon. Jó van, Gábor, nézzétek. Nézzétek, azt tudtátok, hogy a holdra léptünk. Na, Gábor, örülünk, hogy itt vagy. Folytatjuk akkor a rovatot. Jó, hát ez most egy ilyen bemelegítő jellegű kicsi. Kivel? De még kérdezd meg, hogy mit reggeliztem. Á, de vicce, hát egyébként ezt nem akartam elfelejteni. Azért jön, csak elmondtam, hogy ma még konkrét témában nem foglalkoztunk, csak egy kicsit kivel mi történt a nyáron élménybeszámoló jelleggel. Beszélhettünk. Megnyitottuk a tanévet, jó? A rovatban. Mit reggeliztem? Köszönöm. Igazából azért mondtam, hogy kérdeznek, mert hoztam nektek egy kis pástétomot, mégpedig egy kis hagymát inszteltem, és rá darádiót tettem fűszereket, és füstölt gabona csemegét, vagy kolbászt. Kolbászot azt alig használhatom, azt mondta Feri, hogy ha lehet ezt a szót. Ne gyalázd meg ezt a gyönyörű terméket azzal, hogy ezt annak nevezed. Gabona termék, ez gyönyörű. Vega ez egy teljesen vega, egy diós vega kolbász teljes öllésű kenyérrel, kis paprikát hoztam, kint van, úgyhogy kóstoljátok meg. Érdekes íze lesz, hogy szokni kell, mert nem az a húrka vagy kolbász íze. Igen, Balázs itt hamar rápakolta a gépeket. Konkrétan kiesett a kezemből, nem akarom a Gyulának a vezető technikusnak elmondani, hogy mi történt, agyvérzés, akkor ráesett az egyik telefonunkra, fejjel lefelé. Tehát délután egyik senki nem tud dalt kérni, majd a kíváncsi műsorban, csupán ennyi történt. Igazán a három telefonvonalunkból kettő lehalt. Kokuszsírral készült, kóstoljátok meg. Az előbb megpróbáltunk a szendvicsen tárcsázni, mert átvette a gombok. Én ezeket nagyon szeretem, amiket hozzá. Tehát most jó reggelit hoztam, nem édeset, és én magam is ezt reggeliztem. Jól van. Oké, Gábor, vigyázz magadra, folytatjuk. Jó, örülünk, hogy itt vagy. Nagyon én örülök nektek. Köszönöm. Jó, kicsit ma sokat marhultunk, de egy ilyen élménybeszámolós reggelben még azért nem kell annyit komolykodni. Jó, puszilunk, vigyázz köszönöm, magadra. Köszönöm, és sok sikert Ferinek is. Köszi. Szia. Te puszidod. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.